Először járt Magyarországon Marsha S. Ivens, aki nőként a legtöbb időt töltötte a világűrben. A 61 éves fedélzeti mérnök 5-ször repült, 55 napot volt a Földön kívül, és több mint 800-szor kerülte meg a Földet. Debrecenben, Szegeden és Budapesten tartott előadásokat, főleg egyetemistáknak. A már nyugdíjas asszony 37 éve dolgozott a NASA kötelékében, és azt a kérdést sem érti igazán, hogy miként gondolta, hogy nőként űrhajós legyen. But they were actually not much taller than I am. Ő Marsha S. Ivens, aki a Debreceni Egyetemen tartott előadásának elején gyorsan tisztázta, hogy a nagy heteknek nevezett űrhajósok közül egyik sem volt nála magasabb. A világ legtöbbet az űrben járt űrhajós nője először jár Magyarországon. Programját a Debreceni Egyetem amerikai kuckójában tartotta. A kuckó egyébként nagyon sok országban létezik, több mint 60 országban, és már több mint 400 amerikai kuckó van. Hasonló sémára jöttek létre ezekben az országokban is, és célként tűzték ki, hogy az adott ország és az Egyesült Államok kapcsolatát ápolják kulturális és történelmi téren is. Ezen kapcsolatápolásnak köszönhető, hogy Marsha S. Ivens előadást tarthatott, melyben felelevenítette az űrkutatás történetét, bemutatta szinte valamennyi amerikai űrhajóst. 37 évet dolgozott a NASA-nál, így aztán szinte mindenkit személyesen ismer. Ő egyébként űrhajósnak, robotszakértőnek tartja magát, vagy egy egyszerű fedélzeti mérnöknek, és szerinte nincs jelentősége, hogy nő. Két nagyon fontos pillanatra emlékszem a legszívesebben. Az egyik természetesen az első űrutazásom, ez nagyon meghatározó volt, mondja Marsha S. Ivens. A másik pedig az utolsó, amikor egy nagyon nehéz feladatot kellett megoldanunk, amikor a Mir űrállomásra kellett egy laboratóriumi egységet felszerelnünk az én irányításommal. Az amerikai űrhajós az előadásra magával hozta Camillát is, aki egyébként egy gumicsirke. Ő az, akinek a NASA szerint az asztronautákkal szemben senki nem fél ostoba kérdéseket is feltenni. Camilla arról híres, hogy vadászrepülőkön képezték ki, többször járt a világűrben, és most arra készül, hogy olyan helyekre is eljusson, ahol még sem gumi, sem valódi csirke nem járt.